Egy tején szerelmes lett a szép bikába, minden vadbikának legvadabb bikába, vonzalmát megírta egy marha levélben, nagyjából eképpen. Hatalmas barom, bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom. Tudom, mi elfoglalt, milyen megbecsültön, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marha nyelvvel bőgni restel, így adjam tudtára, mester. Ön ismervé jól a tehén szív rejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre ön körül őgyeleg. Minden bikák közt legelőkelőbb, midőn megláttam a legelő előtt. Elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett felsálamban, s úgy éreztem, hogy kíjuson, keresztül a rostélyoson. Múgy furt a vér szívembe, hogy tódult a bélszínembe. Az a perc, mit velem ön tölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám még önről ábrándozom kérődzve, vad féltés ül a szívemig férkőzve, és átjárja ó, mint a kín, velős csontom múcsingjaim. Már bánom emerész vágyat, hisz ön büszke tenyész állat. Csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg. De ne féljen bikaságot, ha nem szeret, félreállok. Nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves búsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önértékű tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Ím a levél ráírva kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte, de a postás kisasszony nem vette fel.